Sziasztok, kedves AVTV nézők! Mai rövid videóban beszélgessünk egy kicsit a DALI Catch Ultra Compact mobil hangrendszerről. Most pedig csomagoljuk ki! Mindösszesen két kis dobozt és egy szövet szütyőt találunk a csomagolásban. Az egyik dobozka tartalmazza az elektromos csatlakozófejet, beleértve a nemzetközi szabványokból egyet-kettőt. Itt van egy adapter. És persze maga a DALI Catch, erre mindjárt visszatérünk. Ez volna a rövid felhasználói beindítási kézikönyv. Némi promóció. És biztonsági utasítás. Ilyen kis kellemes tapintású, bársonyos zsákocska tartalmazza a catchet, vagy catchot, ezt rátok bízzuk, hogy hogyan akarjátok kiejteni, mi most a catchet fogjuk preferálni. És így néz ki maga az eszköz. Az anyagminőség az nagyon jónak mondható. Ez a külső szegély alumíniumból készült, és itt oldalt van ez a világos csík. Ez nem csak szimplán dizájnelem, hanem praktikus célt is szolgál, ugyanis, hogyha ezt itt eltoljuk, akkor felnyílik egy kis bőr. Hát, nagyon úgy néz ki, mintha bőrből lenne. Kis fülecske, szíjacska, amin táskarádióként fogva tudjuk vinni az eszközt. Akár használat közben, akár használaton kívül. A tetőlapján kapjuk meg azokat a kezelőszerveket, melyek szükségesek, létfontosságúak a használatához. Egy Bluetooth párosítógomb, egy kibekapcsológomb, egy hangerő mínusz, illetve plusz vezérlés, és itt van egy ilyen kis csúszkákat illusztráló equalizer gomb, ugyanis beépített DSP-vel rendelkezik, mint manapság a legtöbb normális Bluetooth hangrendszer, és ez a DSP kétfajta EQ módot tesz lehetővé. Egyrészt kapunk egy basszusorientált üzemmódot, aminek a magasai kicsit fátyolosak lesznek, viszont dinamikus zenékhez, vagy hogyha kicsit több basszusra vágyunk, akkor arra alkalmas. Minden más esetben, ha meg csak szimplán egy úgymond normál üzemben szeretnénk használni a catchet, akkor a másik EQ mód az engedi, hogy a magas sugárzók teljes potenciában szép tisztán szóljanak, viszont a basszusok visszafogottabbak lesznek. Még annyit érdemes tudni az eszközről, hogy ellentétben a manapság közkedvelt mindenféle IPX 5-ös, 7-es minősítésű megoldásokkal, ő nem tartalmaz ilyen fajta osztályozást vagy minőségi biztosítást, úgyhogy ez egy nem időjárás álló, nem ütés, illetve csepp, illetve porálló konstrukció, inkább szolidabb átlag felhasználásra van tervezve, például mivel csak itt az alján találjuk ezeket a kis gumipöcköket, csak így tudjuk őt állítani. Persze, hogyha elmegyünk kempingezni, akkor le is fektethetjük, de nem célszerű, mivel mindkét oldalán tartalmaz hangszorókat, nem is akármilyeneket. Nyilván vannak közöttetek olyan rutinos hifisták, régi motorosok, akik már jól ismerik a DALI-t, és a DALI az egy olyan dán székhelyű cég, akik hangfalakat gyártanak. A komolyabb minőségű, nagyobb szériákat házon belül Dániában készítik, és ebbe beletartozik a konkrét hangszórónak a gyártása is. Miért is mondjuk ezt? Azért, mert így ők maguk házon belül ki tudták kísérletezni, hogy szerintük manapság egy Bluetooth rendszer, egy általuk elképzelt Bluetooth hangrendszerbe milyen hangszórót lehetne beletenni. Így aztán kitaláltak egy olyan membránt, ami a széles átlaggal ellentétben nem homorú, hanem domború konusszal rendelkezik. Így tudták azt megoldani, hogy ilyen nagyon-nagyon vékony, keskeny helyen is el tudjon férni a hangszórótest, illetve úgy oldották meg a pillének a felfüggesztését, ilyen, hát ezt most nehéz lenne elmagyarázni, de a lényeg az, hogy az egész hangszórótestnek úgy van kialakítva a felfüggesztése, a távtartása, hogy a kialakítástól függetlenül ugyanazt az utat járja be az elektromágneses térben a mozgó tekercs, mint amekkorát egy 9 centis membrán amúgy is megtenne. Ezen kívül dedikált magas sugárzókat is tartalmaz a catch, ennek köszönhető az, hogy egész tiszta magas hangok reprodukciójára képes, a basszusokban pedig itt is és a másik oldalon is besegít egy középre pozícionált basszus membrán.
Na de milyen az a hang, amit a catchből kapunk? Összességében nem rossz, mondanánk kritikus hifis megközelítésből, mobil hangrendszerek között pedig tényleg az egyik legtisztább, legcsilingelőbb, legkiegyensúlyozottabb, könnyedebb, amit mi eddig hallottunk, hallgattunk. Az olyan megoldások, mint mondjuk a JBL hangfalai, ultrakompakt mobil hangrendszerei, ebben a tisztaságban nem tudják utolérni a catchet, így tényleg ő eddig az egyik legjobb hangminőségű Bluetooth hangrendszer, amit eddig kipróbáltunk, de ez el is várható tőle, hiszen lényegesen drágább, mint a hozzá hasonló mérettel, illetve funkcionalitással rendelkező eszközök. Bruttó 130 ezer forint környékén férhetünk hozzá, ami nem kevés pénz, viszont a hangminőség, ahogy mondtam, hangszeres zenehallgatásra is alkalmassá teszi őt. Ráadásul, mivel nem egy, hanem két oldalas hangszóró kiosztással rendelkezik, ezért egész érdekes módon tud játszani a hangszórással, ahogyha elhelyezzük a szobában, akár a falhoz közel egy polcon, akár a bárpultra, vagy egy dohányzóasztal közepére, akkor egészen érdekes hangmezőt tud létrehozni maga körül, és ez is egyfajta extrának tekinthető. A Dali Catch, mely ezen kívül még más attraktív, divatos színárnyalatokban is hozzáférhető, tehát egy jól átgondolt mobil hangrendszer, melynek tudását elsősorban azok fogják tudni kihasználni, akik rendelkeznek valamilyen APTX kompatibilis mobileszközzel. Igen, sajnos ez kelleni fog ahhoz, hogy mindent kihozzunk belőle, mivel a Bluetooth önmagában nem tesz lehetővé hifis hangzást. Mivel jelen pillanat, illetve a tesztelés időszakában nekünk sem volt a birtokunkban ilyen APTX-es mobileszköz, ezért azt csináltuk, hogy megfogtuk a szerkesztőségben lévő legjobb minőségű jack kábelt, és azzal kötöttük rá a forráseszközünket. Ekkor derült ki, hogy valójában már-már hifis jellegű énekhangokra, tiszta, csengő részletekre képes a Dali, viszont nagy terhelésen a benne lévő DSP visszafogja a basszusokat, tehát ettől a mérettől senki ne várjon el gyomorrázó mély hangokat. Ez a finomabb, jazzes, hangszeres irányzatot képviseli, mérsékelt hangerővel. Hogyha még ennél is többet szeretnétek róla megtudni, akkor klikkeljetek a videó alatti hivatkozásra, és olvassátok el a róla készült cikket, hogyha pedig esetleg van még olyan Dali termék, illetve Bluetooth hangrendszer, amit szívesen néznétek itt YouTube csatornánkon, vagy olvasnátok róla cikket, akkor írjatok kommentet, és megpróbáljuk nektek elhozni a közeljövőben. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!